Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Palaver, én Krózita vagyok. Nagyon régen nem találkoztunk már, de eljött már az idő, hogy én is itt visszatérjek a munkába, és hát egyből találtam is olyan híreket, amiről szívesen beszélgetnék önökkel. De az első, az a nap kérdése lesz, ugyanis az úgy szól, hogy szükségük van a diákoknak a telefonjukra a tanóra alatt. 6%-a a szavazóinknak azt mondja, hogy igen, és 94% azt mondja, hogy nem. Én pedig várom egészen adásunk végéig az üzeneteket, a szavazatokat, a 0630 3444 690-es telefonszámra. Egyébként én is azon a véleményen vagyok, hogy mi szükségük lehet erre, csak elvonja a figyelmüket. De hát mindenki ezt másképpen látja. Na és akkor térjünk rá a témáinkra. A demokraták szájíze szerint cenzúráztak Zuckerbergék, ugye itt a Facebook vezérről van szó, már többször megvádolták ugye őt azzal, hogy itt a közösségi irányelvekre és egyebekre hivatkozva, amely tartalmak nem tetszenek nekik, vagy ugye ezek szerint most kiderült, hogy amelyekre kérés van, hogy ezek ne úgy terjedjenek, azoknak az algoritmusát valóban ezek szerint akkor megváltoztatják, és nem jutnak el annyi emberhez. Erre egyébként Jim Jordan, az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának a republikánus elnöke, hát nem is jött rá, de ő tudta ugye kiszedni ezt Mark Zuckerbergből, hogy akkor ez tényleg így van, és ő ezt így el is ismerte most már. Lehet, hogy érzi a demokratáknak a vesztét, és ezért most már próbál egy a másik oldal felé hajlani. Én ezt el tudom egyébként képzelni. Két téma is felmerült, amellyel kapcsolatban ők itt az algoritmust változtatgatták. Az egyik ugye a Covid vírussal kapcsolatos humor és szatíra cenzúrázása, meg hát nyilván más híreké is. Ami viszont egy forróbb téma, az a New York Post cikke, amiben Joe Biden fia Hunter Biden laptopjával kapcsolatban jelentek meg hírek, ugye, hogy egy szervízben hagyta ezt a laptopot rajta nagyon sok információval, és akkor azt hangoztatta a liberális média, hogy ez orosz dezinformáció, de kiderült, hogy nem az. Úgyhogy ez az első témánk, hát ugye most közeledvén az amerikai választásokhoz, most megláthatjuk, hogy majd mi lesz a Facebookon, Instagramon. Hát a Twitter ugye az nem Zuckerbergéké, úgyhogy ott még talán lesznek olyan hírek, amiket a republikánusok szeretnének terjeszteni. Második témaként Lázár versus Vitézi vitára térünk rá, mert itt ez a két férfi nem hagyja békén egymást, úgy tűnik. Lázár János szerint árulás számba menő csúsztatásokkal úszít a MÁV ellen Vitézi Dávid. Ugye hétvégén történt egy sajnálatos eset, egy vonat kisiklott a keleti pályaudvarnál, és ennek ügyében szólalt meg az LMP-nek a korábbi főpolgármester jelöltje. Azt mondta, hogy magas érdeksérelemmel lezárható címszó mellé Lázár János tett egy pipát, amikor is leállította a keleti pályaudvar kifutó vasútvonalak fejlesztésére vonatkozó projektet. Ugye erre egyébként, mint aztán itt később Lázár Jánosnak a reakciójából kiderült, erre azért volt szükség, vagy hát azért álltak le ezek a fejlesztések, mert a szankciós infláció ezt kívánta, tehát nem tudta az ember, hogy melyik karjába, kezébe harapjon, és át kellett ezeket ütemezni. Azt is megjegyezte egyébként a közlekedési miniszter, hogy közlekedési szakértőként folyamatosan elárulja volt kollégáit, mármint Vitézi Dávid, a vasutasokat, azokat, akik valóban mozgásban tartják az országot. És azt is megjegyezte egyébként, hogy a MÁV pályái és szerelvényei nem Vitézi hiánya, vagy az én miniszterségem miatt olyanok, amilyenek, hanem az elmúlt 30 év mulasztásai miatt, ráadásul ebből is az elmúlt 15 évben történt a legtöbb fejlesztés. És hogyha most valaki felmegy egyébként Lázár Jánosnak az oldalára, akkor láthatja, hogy milyen átalakítások lesznek most a MÁV-ban, akár az, hogy lesznek olyan leányvállalatok is, akár pedig az, hogy mindenkinek az a célja, hogy azért fejlődjön a vasúthálózat, csak hát azért ne legyünk naívak, ez sok pénzbe fog kerülni. Uniós források ugye még mindig váratnak magukra, tehát ezt valahogy nekünk kell kitermelni, miközben elég sok minden másra is kell költeni, de tény és való, hogy egy elhanyagolhatatlan
téma a közlekedés, anélkül megbénul a város, és rengeteg bosszúságot okoz az embereknek, tehát ezzel tényleg muszáj lesz foglalkozni. Végezetül pedig, hát én nagyon mosolyogtam ezen a témán, de nem hagyhattam ki. Dobrev Klára szerint ugyanis Orbán Viktornak derogál a magyarok hétköznapi problémáival foglalkozni, és hát akkor ugye Klári felsorolta, hogy mi is van itt, amit mi nem akarunk látni, nem járnak a vonatok, nincs házi orvos, a szakellátásra hónapokat kell várni, az egészségügy összeomlott, romokban az oktatás, és mi lesz az akkumulátorgyárakra épülő gazdaságpolitikával, földbe áll és tönkre teszi a fizetéseket, nyugdíjasokat soroljam még, ugye, kérdezi Dobrev Klára, akinek a férje, hát hiszen emlékszünk rám is, oda csodálatos gazdaságot hagyott itt egyébként ránk, és hát neki semmiféle hibája nem volt, nem is értjük, miért kellett leváltani egy Gyurcsány Ferencet, és akkor ehhez egyébként meg is jegyezte, hogy hát Orbán Viktornak derogál az emberek hétköznapi problémáival foglalkozni, de ti csak gyurcsányozzatok tovább nyugodtan. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a vasszak bőrehez képest nem kifejezés, amit itt Dobrev Klárától hallhatunk, és szerintem inkább Kis László társának ügyével kellene foglalkozni, mert egyébként az is egy téma, hogy ott meg most már drogról is van szó, amit a kampányba akartak állítólag behozni. Na de az egy másik téma, én pedig várom az önök hívásait a 061799-2999-es vonalra, az SMS-eket pedig a 0670-700-953-as vonalra, első telefonál pedig Gábor. Üdvözlöm, Gábor. Engem figyeljen, legyen kedves, mert itt akkor megcsúszunk. Igen. Az adásban. Jó napot kívánok! Igen, kezi csóklom, nagyon szépen tetszik mondani. Nagyon frissen van minden. Hát a legelső pontban sajnos az a nem merek semmit sem mondani, mert hát a túl kemény lenne hozzá, és akkor hát a rádióban is probléma, a tévében is probléma lenne. Inkább nem is szólok hozzá. Hát a Lázár Jánost nem akarom megvédeni, de először is a Vitézi elvtársnak üzenem, hogy ott keresse a hibát 1974-ben. Még egyszer mondom, 1974-ben. Keresse meg, hogy ki volt az a úgynevezett postaügyi miniszter, vonat és hogyják, na, mi a franc volt a neve? Csikós Nagy Béla, közlekedés postaügyi miniszter, aki tönkretette a vasutat, a szárnyvonalakat megszüntette, a kitűzött pénzeket, amit a pályaújításokra fölbúrtak a 70-es években téve, hová tűntek el? Úgyhogy a szegény kis elvtárska inkább fogná be a száját, elég szép nagy darab, ásná magát oda valahova a déli pályaudvar mellé, aztán húzna maga egy kis vizet, hogy szebben nőnök ki. Hát meg az igazság, hogy azért a vasúthálózatunk azért hál' Istennek elég nagy, de ezt egyik napról a másikra azért nem lehet teljes mértékben átalakítani. Ugye Lázár János 2020 óta van, ha jól tudom, de ennek majd most mindjárt utána nézek, de azt hiszem, hogy 2020 óta van a közlekedési és építési fejlesztési miniszter. Igen, köszönöm szépen. Tehát ez alatt azért nem lehetett csodát tenni, főleg úgy, hogy Covid volt, háború van, infláció van, nem kapjuk meg a pénzeket, nincs helyreállítási alapunk, tehát hogy azért a pénzek csúsznak ki a kezünkből, miközben ugye rengeteg dologra kéne költeni, és hát nyilván ő lobbizik ezért, mert hát ugye aztán rajta csattan az ostor, meg senkinek nem érdeke, hogy káosz legyen, és az emberek ne tudjanak közlekedni, de hát egyszerre, ha egyszerre csinálná, úgy járnánk, mint Karácsony Gergellyel itt Budapesten, hogy aztán megbénul a teljes budapesti forgalom. Hát és itt meg kellett ugye ezek szerint akkor valami döntést hozni, hogy akkor mi az, ami most leáll. Vitézi szerint az összes budapesti ilyen beruházást leállította. Hát én csak annyit akarok hozzászólni ehhez mind, hogy 1960-ban a szovjetektől vették a 62-es mozdonyokat, és nem márték rátenni addig a simpájára, amíg alá nem vártak, magyarul alá nem töltöttek, már az M62-es szárgány átment volna a metróba. Ehhez nem tudom, a Vitézi elvtárs mit tudna hozzászólni, mert a környező haverjai, akik sorba lopták el a pénzt, senkit nem bontak felelőssége, a mai napig se. Ne a Lázárba keresse a bajt.
Én ilyenkor néha azt érzem, hogy ugye Vitézi Dávidot úgy ismertük meg, mint a közlekedés nagy bolondja, és ilyenkor nem bírja ki, hogy ne szóljon ehhez valamit hozzá, csak sajnos nem valami együttműködő, építő dolgot tesz hozzá, hanem csak a támadás. Szerintem itt Lázár János is közte van valami személyi probléma is, és ezt így valahogy, mintha a politika mentén élnék ki egymáson, de ez csak az én hátsó megérzésem, lehet, hogy ez nem is így van. Hát én meg csak annyit mondok erre, csókugassák meg egymást a karigerivel. Állítsanak karót egymás mellé, aztán csak nyalogassák egymást. Sajnos én elég sokat jártam Budapestre minden hétben, úgyhogy tudom, én láttam én, hogy mi van ott, meg minden. Meg rokonaim is élnek, úgyhogy nem kell nekem bemutatni Budapestet. Én legszívesebb az őszi, meg a tavaszi BMW-re jártam, mert az tényleg az komoly dolog volt. De az, hogy a vasutat tönkretetik, az már 1974-ben nyugodtan mondják, oda én oda merek állni. A másikra, hogy a Dobrev társadalom mit mond. Hát jobb lenne, hogyha egy az egybe, az egész családjára felszabadítanák azt a bizonyos ideggyógyászati központot, azt az egész családja bevonulna, a Baja elvtársa, a többi hasonló elvtársaik, akik ott voltak és tönkretették, még azelőtt az országot, ugye Fekete János, a Kupa elvtárs, meg a többi, ezt bezárni oda, a gumiszobában hadd pattogjanak egy kicsit, életük végéig, nem sokáig, csak az életük végéig. Közben meg az ajtó alatt egy kis részt hagyni, aztán hogyha a kaját betúni, már sajnos más, ti már ki nem gyűhettek. Hát ezek sajnos rosszabbak, mint a... Hát én nem is tudom ezekre mit lehet mondani. Hát ezeket el kéne küldeni, kapálni a Holdra, már ugye most már a Hold is kezd, hogyha akkor... Meg a Marson is, ott kukoricát termelni első osztályú társulat lenne, úgyhogy ott is hőbölök, hát nélek a marsolókók, a zöld emberkék, hát ez sajnos... A Viktort jobb lenne, ha szájukra se vennék. Már az, amit tett az országban, nyugdíjasokért, meg a kórházokért, meg minden éppen. Itt is van Szombathelyen, most veszik meg a Bolt SZT-kat, mert az is félig meddig össze akar burulni, meg minden. Hát ne haragudjon, meg a szocializmusban, amit építettek, tudna nekem mondani olyant, amit a szocializmusban fölépítettek a szocialisták. Szocialisták, a pártertársak, és az jó is volt. Hát én nem, én hál' Istennek nem éltem kommunizmusban, úgyhogy nem is tudnék egyébként. Én csak azt tudom, hogy ők mennyi mindent adtak el, mennyi mindent kellett visszavásárolni, és hogy most nagyon kritikus szemmel nézik a világot, holott, hogyha ezt a kárt nem hagyták volna itt ránk, akkor sokkal előrébbtől indult volna mondjuk az Orbán kormány, de hát nem volt ilyen szerencsénk. Még egyet mondok, aztán be is fejeztem. 1995-ben a horror gyulájék eladták az országot. 1000 számra dobták ki az utcára az embereket. Tessék mondani, hányat vontak felelősségre? És még azzal dicsekeznek, hogy kérem, én benn voltam a felszámolási bizottságban. Hát ezeket kérem szépen a lábuknak, nem a nyakuk, a lábuknak kéne felakasztani. Vagy kezükbe söprűt, vasgolyót a hátuk mögé, lábbara bilincsen, ezt söpörnék az utcát. Ezt közben énekelnek, mint a Hoppi, hogy söprik az utcát, a szegény rabok. Hadd söpörjenek addig, amíg lehet. Köszönöm, Zita. Köszönöm, hogy itt volt. És viszont hallásra. És közben jöttek SMS-ek Dögivel, hál' Istennek. Lajos írja, szerintem Klárika stikában rájár Fecó Dugi viszkijére, és a fogyasztás után mond ilyen hülyeségeket. Hát ugye, igen, Letótól szoktuk meg, hogy reggelente szokott ilyen érdekes megnyilvánulásai lenni, amit aztán szoktunk szemlézni, de néha se füle, se farka. Hát most úgy néz ki, hogy Dobrev Klára átvette ezt a lehetőséget, és ő mond ilyen érdekességeket. Kedves Zita, üzenjük meg Dobrev Klárának, hogy a szájára ne merje venni Orbán Viktor nevét, de Vecserből írja ezt őszapó. Aztán Lázár nagyon bunkó volt Zitával, óvé meddig tűri álmokfutását. Én nem éreztem, hogy bunkó lett volna. Szerintem egy teljesen jó beszélgetés volt. Én még sose találkoztam vele, de nagyon örültem neki, hogy tudtunk egy ilyen hosszasat beszélgetni. Voltak ilyen kis humorbombonjai, de hát én ezekre abszolút vevő vagyok, úgyhogy nekem ez egy nagyon pozitív élmény volt. Hát remélem, hogy miniszter úrnak is. Tiszteletem, tegnap az egyik műsorban elhangzott egy kérdés, miszerint Magyar Péter alkalmas lehetne a miniszterelnöknek, hát úgy, ahogy Orbán Viktor balerinának, üdv Mária.
Aztán a Lipsig gátolják a fejlesztésre szánt uniós pénzek érkezését, aztán itthon kárognak, hogy nincs fejlesztés. Gratulálok, írász Lazac. Igen, egyébként így áll össze sajnos ez a kép. Valóban így van. És hát természetesen az első SMS-ünk az én gyalázásomról szól, ezt inkább meg sem osztom senkivel, csak annyit mondanék a kedves SMS-ezőnek, hogy nap mint nap feldobják ezekkel a napjaimat. Nem különösebben tud érdekelni. A televízió most viszont elmegy egy rövid reklámszünet, de a rádióban folytatjuk, és hamarosan visszajövünk. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. És ahogy ígértem, már folytatódik is a palaver. A nap kérdése úgy szól, szükség van a diákoknak a telefonjukra tanóra alatt. Az én időmben egyébként ez elképzelhetetlen lett volna. 6% írja azt, hogy igen, vagy hát szavazott arra, hogy igen, 94% arra, hogy nem. És én is a 94-hez tartozom egyébként, mert csak elvonja az embernek a figyelmét. Várom a szavazatokat a 0630-3444-690-es telefonszámra egészen az adásunk végéig. És akkor gyorsan elmondanám újra a témáinkat. A demokraták szájíze szerint cenzúráztak Zuckerbergék, ezt az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának republikánus elnökének sikerült kihúznia a Meta tulajdonosából, aki elmondta, hogy igen, annak idején a Covid-dal kapcsolatos humort és szatírát is hátrébb sorolták, de egyébként a New York Post cikkét is, amelyik ugye a Joe Biden fiáról, Hunter Bidennek a laptop történetéről szólt, amit úgy fordított a liberális média, hogy orosz dezinformáció, de kiderült, hogy nem az itt arról volt szó, hogy elvitte egy szervizbe, és utána azt mondták, hogy amik ezen van ezen a laptopon, az nem is fedi a valóságot, de hát ez sem volt ugye igaz. Aztán egy kis belpolitikával megyünk tovább. Lázár János szerint árulásszámba menő csúsztatásokkal uszít a MÁV ellen Vitézi Dávid, aki ugye nem hagyta szó nélkül a keleti pályaudvarnál történt vonatkisiklási ügyet. Szerinte ez többek között azért is történt meg, mert Lázár János leállította a fővárosi beruházásokat, és például a keleti pályaudvar kifutó vasútvonalak fejlesztésére is nemet mondott. Erre viszont Lázár János azt mondta, hogy azok a fejlesztések, amelyekre hivatkozik, mármint hogy Vitézi Dávid is, amelyeket a szankciós infláció miatt át kellett ütemeznünk, az eddigi hétvégéig semmiképp sem valósultak volna meg, és akkor itt jön a beszólás, még akkor sem, ha Vitézi Dávid főpolgármesterség előtti másik álma, a közlekedési miniszterség megvalósul, magyarul, hogy ő sem tudta volna egyébként ezt ilyen gyorsasággal megcsinálni. A MÁV pályái egyébként Lázár János szerint az elmúlt 30 év mulasztásának eredménye, és az elmúlt 15 évben történt bármiféle fejlesztés is ezen a téren. Ha most valaki felmegy egyébként Lázár Jánosnak a Facebookjára, akkor ott elég hosszasan lehet látni a különböző posztokban, hogy ő most nagyon erősen foglalkozik a MÁV-nak az átalakításával, a fejlesztéssel. Megvan a szándék arra, hogy ez egy jól működő szervezet legyen, ne okozzon senkinek bosszúságot, sem a minősége, sem a gyorsasága, sem semmilyen, de hát igen, ez egy elég nagy falat, nem véletlen, hogy egyébként Lázár János kapta, aki azért már tett le az asztalra elég sok hát produktumot, hogy úgy mondjam, most éppen, hogyha a Trump trainre gondolunk, akkor az is egy nagyon jól működő út lett. Végezetül pedig, hát a legjobb helyről jönnek ugye mindig a kritikák. Dobrev Klára szerint Orbán Viktornak derogál a magyarok hétköznapi problémáival foglalkozni. Hát ezt ugye Dobrev Klára már csak tudja, hát hiszen az ő férje milyen sokat foglalkozott a magyarok hétköznapi problémáival, ugye tüntetéseknél is elmondta, hogy ne, nem baj, majd megunják és hazamennek, aztán belövetett a tömegbe, aztán a gazdaságot tönkretette, fizetősé tette teljes mértékben az egészségügyet, és még sorolhatnánk, milyen sok mindent köszönhetünk neki. De hát ez van, Dobrev szerint viszont nincs házi orvos, szakellátás, a hónapokat kell várni, az egészségügy összeomlott, romokban az oktatás, mi lesz az akkumulátor gyárakra épülő gazdaság politikából, nyugdíjak rosszak, fizetés rossz, minden rossz, tehát Dobrev Klár nagyon negatív, többet vártam tőle. Na, viszont várom a hozzászólásokat a 0617992999-es vonalon, illetve az SMS-eket a 0670700953-as vonalra.
jött meg néhány SMS, még párat hagyoztak meg, kabaré, ami itt megy, tényleg minden hazai beruházás alapja az EU-s pénz, akkor úgy kellene viselkedni, hogy ne legyen szankció. Kápisi buga Jakab írja ezt nekünk, kápisi buga Jakab, csak hát azért azt ne felejtsük el, hogy nem fogunk úgy táncolni, ahogy ők fütyülnek, mi az, hogy a viselkedésünktől függ az, hogy nekünk járó forrásokat megkapjuk-e vagy sem. Egyébként nem 3 forintról van szó, azért azt úgy felhívnám az emberek figyelmét, elég sok milliárdról euróban. Szóval azért abból lehetne fejleszgetni, de persze hát nyugodtan védjük meg az uniót, hiszen hogyha a baloldali szavazók vagyunk, akkor ezt szinte kottából olvasva meg kell tenni. Volános írja nekünk, kedve Zita, üdv újra a Pástól, már hiányzott, köszönöm szépen, közvetlen a júli 13-ai merénylet után Trumpot közel 70% körül mérték potens kutatók, közvetlen kamera színre lépése után már pár százalékkal ez az indiai Riska sofőr csaj vezetett. Például a New York Times szerint ez az átkozott sátáni amcsi söpredék sajnos megint csalni próbál, és fog, Isten óvja Donald Trumpot, írja tehát ezt Volános. Cizus meg egy nagyon jó üzenetet küldött még. Sokat unatoztam, az utóbbi időben 20-30 perces késések vannak. Azzal magyarázták, hogy rendkívüli hőség miatt a sinek deformálódhatnak, annó nem erre tervezték. Ezért a vonatok óvatosabban, lassabban járnak, hihetőnek tűnik. És akkor itt megjegyezném, hogy egy 20-30 perces késés semmi ahhoz képest, hogy én például a Wizzerrel utaztam, és 5 órát ültem a repülőtéren, de volt, aki 12-t. Erről is lehetne beszélni. Nyilván ez is a magyar kormánynak a hibája, ugye? Aztán... Igen, megint kedvencem. Neked az érettségén kívül van valami hivatalos végzettséged? Vagy lehet, hogy azt is a Gajdistól és a Bayertől kaptad? Nagyon kedves, hát honnan gondolj, hogy egyáltalán érettségim van? Hát nyilván az sincsen, hát azért ülök itt. Hát milyen végzettségem lenne? Mondja ezt egy IQ betyár. Na, és akkor majd még fogunk ebből szemezgetni, de most hallgassuk meg Magdit. Üdvözlöm, Magdi! Üdvözlöm, Zita, rég láttam, remélem kipihente magát, és harcezetten álmostott. Sziporkázom, igen, köszönöm szépen. De én most nem az ez a témához szeretnék hozzászólni, hanem nálam teljesen felverte a vérnyomásomat az Óbuda újságban Szabó Timikének a cikke, amiben a kis Lászlót védi. Hát azt hittem, hát tele hemzseg a hazugságtól, hemzseg a csúsztatástól. Kezdem az elején, hogy a végére tudjak érni a szemezgetésben. Azt mondja, a legigazságtalabb és legsúlyosabb kormányzati elvonások ellenére is fejlesztette Óbudát. Hát meg és felvirágoztatta, igen, derékig ért a gaz, rohangáltak a patkányok, meg a csótányok. És milyen legsúlyosabb elvonás? Hát könyörgöm, neki nem a óbudaiak voltak a fontosak, a kormány akart neki adni 720 millió forintot a lakosoknak, amiért nem volt hajlandó elmenni, mert a párt letiltotta. Ez mi az, hogy elvonás? Hát elment érte? Nem. Utána kezdjük, azt mondja, megvédték a mocsáros dűlőt. Igen, azért védték meg, mert az előző önkormányzat, a Búzs Balázsék változtatási tilalmat tettek rá, és nem tudták lakóparkot építeni oda. Róbramit parton megmaradtak a fák, mert a lakosok odaálltak és harcoltak érte, azért maradtak meg a fák. Azt mondja, az ingyenes dunai szabadstrandja, ahol még a mai napig nincs megoldva, mert a fekália a mai napig is oda ömlik, és még mindig nem csinált vele semmit. Azon kívül azt mondja, hogy és utána azt mondja, hogy fáj, mert a háromszor megbukott Búzs Balázs, hát én úgy tudom, 2-szer volt választás, nem? Polgármester választás. Akkor miért 3-szor bukott a Búzs Balázs, mikor 2-szer volt választás? Menjünk tovább. Kicsit olyan ez nekem, mint hogy aki nem rájuk, hogy aki nem ment el szavazni, az nyilván, hogy az ő szavazójuk. Ez nagyjából ugyanaz a logika szerintem. Nem tudom. Azon kívül azt mondja, hogy az ügyészség próbálja most. Hát az ügyészséget én úgy tudom, hogy a saját embereik értesítették, és onnan jött a feljelentés. És ugye, akik most rájuk vallanak, azok most úgy döntöttek, hogy nem, most már nem fogják be a szájukat, ugye, mert
köztudott, hogy borbarát van, bajbarát nincs. Hát ha felajánlották neki jó pár évet, azt nem akarják leülni, inkább beárulják a többieket is. Hát ez az ő stílusuk. Igen, ez így szokott lenni, ez ugye a vádalkunak szokott még úgy része lenni, hogyha te most elárulsz itt nekünk dolgokat, akkor a te büntetésed az mondjuk kevesebb lesz, vagy nem lesz, vagy ilyesmi, és hát azért ilyen embereket a könnyű megkörnyékezni, mert a szabadsága mindenkinek sokat ér, és jönnek az árulók. Így van, de én úgy emlékszem, hogy ez a Kis László annak idején a Szuszlág ügyben is érintett volt, ott viszont a Szuszlág biztos jobb sok pénzért befogta a száját, és elvitte a balhét. Lehet, hogy annyit kapott, hogy megérte neki az a pár év, amit szitten töltött, kiszámolta, hogy mennyit keresnek, gondolom azt megfejelték egy pár x-el, és akkor, vagy nullával, és úgyhogy aztán így levállalta a felelősséget. De a Kislaci abban is benne volt, csak ugye akkor nem volt ellene bizonyíték. Én legalábbis így emlékszem. Én azt gondolom, hogy azok a politikusok, akik már tényleg nagyon régóta politizálnak, ráadásul az ellenzékben, ahol most ugye azért a pénzhiány mindig felüti a fejét, ott elég sok ilyen trükköt majd felfedezhetünk. Hát lássuk Kispestet is, és soha nem gondoltam volna, hogy tényleg egy önkormányzatnál 100 milliókat lehet így észrevétlenül lopni, és hát ők vallják be, hogy tulajdonképpen aki nem ezt csinálja, az nem is normális. Érdekes gondolkodás, tehát én megkívántam már ezt a politikai karriert, mert hogy minél többet lop az ember, annál biztosabb, hogy a haja szála sem görbül. Jó lenne ezen változtatni. Mert annak idején is azt mondták, hogy nem érdemes kicsit lopni, mert azt utolérik, aki meg annyit lop, hogy megfizeti a szabadságát, annak éri meg. Hát ezek már összeszedtek annyi pénzt, hogy már nem akarom bántani a bírókat, meg ezeket, de nekem nagyon gyanúsak, úgyhogy azért az ő bankszámlájukat is megnézegetném, hogy a bírói fizetésükből mennyit raktak félre. Úgyhogy hát én nálam kiverterettenek nem csodálom. És remélem, hogy őt is utoléri majd a végzete, mert szerintem ő is vastagon benne van, meg a torda is, meg ezek, úgyhogy én szerintem itt az egész, ez a dominó elvélet alapján borulni fognak, úgyhogy itt nem kell senki másnak csak, de viszont miért hazudozik itt az újságba, amit az óbudaiakat megszédíti, meghűíti, hát olyan kommenteket írnak, hogy úgy sajnálják ezt a szegény lacikát, mert ezt olvassák, ezt a szennylapot. Én nem is tudom, ezt ki írta. Hát azok az SMS-ek is, amiket én kapok, mondom, abszolút olyan, hogy teljesen más filmet nézünk ezekkel az SMS-ezőkkel. Ők mindenáron megvédik azt, hogy az ő zsebükből egyébként egy csomó pénz ki van lopva, és azt mondják, hogy hát ezzel nincsen semmi látnivaló. Szóval nem tudom, kicsit érdekes, hát ki miben hisz, ugye? Meg hát szerintem nagyon sok a szimpátia szavazó is egyébként az országban, aki nem feltétlenül a teljesítmény alapján szavaz valakire, hanem hogy mondjuk mennyire szimpatikus, mennyire nem. Elolvas egy ilyen cikket, sokan azt gondolják, hogy minden igaz, ami le van írva, hát utána kell járni. És akkor meg tudják, hogy nem, meg hát mondjuk körül kéne nézni a környéken, tehát Budapest tényleg elég rendesen le van pukkanva, bármilyen kerületbe megyek, én azt látom, hogy azért megvan a nyoma az elmúlt 5 év főleg baloldali vezetésének. Szomorú. Így. A utolsóhoz a Dobrev szerint nem a magyarok hétköznapi problémáikkal foglalkozik, igen, nem, ő az országgal foglalkozik, az emberek mindennapi problémáikra pedig megvannak azok az emberek, minisztériumok, államtitkárok, akik foglalkoznak vele. Hát nehogy már bocsánatot kérek, egy ország vezetője ilyen csípcsukvacskokkal szórakozzon. Hát őnek is sokkal komolyabb, fontosabb feladata van megvédeni az országunkat, a hazánkat, a nemzetünket, összetartani ezt az egész nagy, meg ott áll, mint nem is tudom, Dugovics Titus,
és védi az országot ez ellen az óriási támadás ellen. Ha már más nem is nagyon van, nem tudok felsorolni olyan országnak a vezetőjét, aki ennyire harcolna az országáért, a népéért, a nemzetéért. Hát nehogy már ilyen csipcsup dolgokkal foglalkozzon, ez mondjuk nem csipcsup dolog, de nem az ő feladata. Neki teljesen más feladata van ez a Dobrev, ez már teljesen, már nem tud mibe belekötni, már a KK-n is csomót keres, úgyhogy csak az a lényeg, hogy hergeljen, hogy puszítson, és azért mondja a kis embereket, mert azok az el is hiszik neki, hogy hó, hát nekem az Orbán Viktornak velem kéne törődnie. Hát hogy? Hát ez így van. Magdi, köszönöm szépen, hogy itt volt ma velem. Legközelebb is várom a hívását. Viszonthallásra. Lát, vagy szívesen, viszonthallásra. És most a televízió elmegy egy rövid reklámszünetre, és a rádióban folytatjuk, és majd természetesen jövünk vissza. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora a szócsaták bajnokaival. Palaver. Hangra fel. És nem kerül plusz pénzbe. Közben megérkezett a televízió is, Kőrösi Pállal beszélek a második témáról. Hallgatom és, tovább. És rengeteget lehet vele spórolni, nagyon praktikus. Úgyhogy ezt a Lázárnak, és hát ő azért egy agilis ember, az, hogy most ugye a közlekedési, meg egyéb beruházások visszalettek véve, mert hát azért tudjuk jól, hogy mi volt, hogy ugye a háború, meg a Covid, meg a nem tudom én micsoda, hát azért ez természetes, hogy ilyenkor nincs pénz, meg hát az országnak a léte, meg a fennmaradása, hát most ugye amit lehetett az Orbánék beruházást elhalasztottak, ez teljesen természetes. Igen, volt is erről azt hiszem egy szám, hogy 3000-ből csak 600 valósul meg, de nem vagyok ebben biztos, hogy ez hangzott el, de valami ilyesmi számra emlékszem. Na nézze, elképzelhető, sok minden leállt, de hát majd ha lesz rá pénz, akkor hát egy család is csak akkor vesz dolgokat, új kocsit, új lakást, ruhát, bármit, hogyha van rá pénz. Ha nincs, akkor kicsit össze kell húzni a nadrágszíjat. Hát ez így van az országgal is. Én ezzel nem vagyok fenn akadva. Azért sok mindent megcsináltak ők ennek ellenére is. Hát ugye itt van ez a csodálatos atlétikai stadion, ugye, ami tavaly volt a atlétikai világbajnokság, ugye tavaly? Igen. Hát azért az, ahogy meg volt rendezve, hogy ezt fel lett építve, és ahogy azt lebonyolították, azért az példa mutató. És az Orbán Viktor is mondta, hogy ezt az olimpiát nekünk kellett volna rendezni, biztos, hogy nem a szennyezett Dunavizében vitték volna el a izéket, a hosszú távúszókat, mert akár itt van egy ugrással Velencei tó, de gondolom Pesthez még közelebb is vannak ilyen természetes vizek. Na mindegy, és hát nyilvánvaló, hogy a megnyitó és az egyéb, és hát a dunai panoráma. Én voltam Párizsban, én ismerem a Szajnát, hajókáztunk is rajta, mert azzal mentünk le a Notre-Dame-hoz, mert az egy szigeten van. Hát a Szajna egy kis csatorna a Dunához képest, és a panoráma ott mind a két oldal lapos. Tehát házakat lehet látni, nincs az a gyönyörű budai panoráma, mint Budapesten, úgyhogy ez szerintem Európa egyik legszebb fővárosa, de én bízok benne, hogy a 36-os olimpiai még szabad, én már valószínűleg nem érem meg, de hát remélem, hogy az ország meg tudja rendezni, nem lesz megint valami ránkuszított banda, mint ez a Momentum volt, ugye, akik átjártották a franciáknak, mert ez biztos. Én ettől főtt akkor is azt mondtam, hogy bele kellett volna menni a népszavazásba, és nem csak a pestiek szavazzanak, hanem az egész ország, és biztos, hogy megszavazták volna a magyarok, hogy jelentkezzünk az olimpiára. Mindegy, a kormány akkor így döntött, kész, nincs elő tovább mit beszélni. Ettől függetlenül szépen szerepeltek a magyarok, és tényleg a végén az a két arany, mint ez a két fiatal hölgy, az öttusázó kis hölgy és a tékvandós 18-19-es kis hölgy,
amit csinált, hát az példamutató volt, és elképesztő. Na, ugorjunk egy kicsit az olimpiáról, igen, mert nagyon itt elmentünk. Az olimpiáról ugorjunk, Lázár meg volt, Dobrev Klára. Hát Dobrev az egyik kedvenc politikusom, mert természetesen a Gyurcsánnyal ez a házaspár. Hát egy főnyeremény az országnak, hát tényleg ezeknél. De az ősei a Dobrevnek, hát ők is főnyeremény voltak, ugye? Az apró unoka ott ringott a gyilkos nagyapának a térdén. Hát egy magasrangú bolgár tiszt volt ugye az apja, ilyen titkosszolgálati tiszt. Tudjuk, az anyját is Hornak volt ugye a kabinetfőnöken, meg egyebek. Hát egy ilyen családban, ha valaki felnő, akkor mit szív magába? Ezt a stílus, amit ő előad. A marhaságnak a négyzete, amiket mondta, hogy az Orbán nem törődik az emberekkel. Hát ha valaki ebbe az országba, miniszterelnökként az emberek dolgával törődött, akkor ő az. Hát a családtámogatás, a nemzetpolitika, ugye. Az, hogy 1 millió plusz munkáját teremtettek, egy csomó embernek van megélhetése, és a reálbérek nagyságrendekkel nőttek. A nyugdíjak is nagyon komoly mértékben nőttek. Hát én is 100.000 forint nyugdíjjal kezdtem ezelőtt 10-valahány éve, és most már 300-nál tartok. Úgyhogy ilyet nem mondja a Dobrev. Az egészségügy, meg hogy a oktatás, az is egy hülyeség, hogy csődbe van. Hát nézze meg, hát az orvosoknak megcsinálták ezt a komoly béremelést. Megszüntették a hálapétrendszert. Az összes vidéki kórházat gyönyörűen felújították. A pestiek majd most fognak sorra kerülni. Igen, de hát ők ezeket nem nagyon akarják észrevenni. Az, hogy várakozási idő van mindenhol a világon, nincs olyan, hogy nekem van egy kivizsgálásom, vagy valami, és akkor oda megyek, és már másnap mehetek. Ilyen nincs, mindenhol várni kell. Ez az életnek a rendje, az emberek többet járnak ugye ilyen kivizsgálásokra, meg tízékre. Majd lehet menni a kötelező szűrővizsgálatra. Pál, ennyire volt most sajnos időnk, muszáj, hogy elbúcsúzzak. De köszönöm szépen, hogy itt volt. Minden rendben van, én szerintem minden jól. Köszönöm, viszont hallásra. És azért is kell elbúcsúznom, mert itt van már Eper Márton, aki elmondja, hogy mi lesz a mai radarban. Szervusz Marci, mi a mai repertoár? Szia Zita, üdv ismét a fedélzeten. Te visszatértél hozzánk ide a szerkesztőségbe, a tévébe, viszont elindult Párizs a 39 fős magyar paralimpiai csapat legnagyobb különítménye. A paralimpiai bizottság vezetője Radarnak azt mondta, 68 aranyérmet vár sportolóitól, de Svitacs Alexa világ és Európa bajnok asztali teniszezőt is meglátogattuk utolsó edzésén. Aztán a Párizsi olimpia felhívta a világ figyelmét a városok folyói, illetve természetes vizek szennyezettségére. Nagy-Britanniában most a mesterséges intelligencia segítségével próbálják meg a nyílt vízben fürdőzőket megóvni a lehetséges betegségektől. Mutatjuk, hogy hogyan. Valamint a világhírű állatvédő és neves főemlős kutató Jane Goodall az 1960-as években hozta közelebb az emberiséget a csimpánzok viselkedésének megértéséhez. Nos, a 90 éves elismert kutató és természetvédő Argentínába látogatott és osztotta meg mindenkivel a remény üzenetét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ugyanis szerintem még van lehetőség az éghajlatváltozás megállítására. 17 óra 10 perckor kezdünk. Köszönjük szépen. Én köszönöm. És nézzünk még néhány SMS-t, aztán a következő telefonáló jön. Tisztelt Zita, egyes Mark Cuki minden baloldali hírnek válogatás nélkül zöld utat ad, de a jobboldali médiát ezerrel szankcionálja. Itthon is hasonló a tapasztalat, Petike kap egy kritikát, netán kérdezik a rablásról, azonnal tiltva van az illető az adott social network felületről. Harmadik téma, Klárika próbálja meglovagolni Magyar Peti szörfdeszkáját, kritikán aluli megnyilvánulásokat produkál, és Feri a Spice-ból osztja az észt, üdv Ildi. Aztán Rogál bírja késelések és egyéb merényletek célja, hogy ne érjenek tömegesülni, nagy létszámú rendezvényekkel szerveződik az európai őslakosok. Engedjék át a köztereket a megszálló erőknek, gyanakodva figyeljék egymást, nyugaton erősen alkonyodik. Dobrevről csak annyit, elmebetegek véleménye nem számít, nem igaz? Kérdezi ezt Gábor. Magyar Péter életveszély luxus körülmények között szocializálódott fiú, aki sosem volt megelégedve a sorsával.
És akkor most hallgassuk meg Zoltánt. Üdvözlöm, Zoltán! Üdvözlöm, kedvezítő a televízió nézőket és rádióhallgatókat is. A napkérdéséhez csak annyit szeretnék hozzászólni, ezt már régben kellett volna vezetni, mert már a telefon uralja a gyerekeket, és nem fordítva van. Nekem is van 3 gyerekem, 3 unokám, és a módos lehetőség van, inkább a telefont választák a másfajta elfoglaltság mellett, játék mellett, pedig kertvárosi részben lakunk, kertes lakásokban mindenünk, mégse foglalkoznak vele. Ugye mi régen le tudtuk kötni magunkat, a mi szüleink le tudtak bennünket foglalni játékkal, meg házi dolgok elfoglalásával. Mai viszonyban már gyerek, az én lányom azt mondja, nem tud vele mit kezdeni, nem tud neki mit mondani. Egyszerűen a gyerek már nem hajlandó kimenni játszani, egy focizni, vagy akár az utcára egy bármilyen társas játékot játszani a többi gyerekkel. Szerintem ez nagyon helyes, és otthon is a szülők bevezethetnék azt a lehetőséget megvitatva, hogy minél kevesebbet kapjon az a gyerek kezébe telefont, vagy laptop, vagy bármit. Igen, a szociális életre a gyerekeknek szerintem is nagyon kihat egyébként ez a sok telefonálgatás, meg telefonnyomkodás, mert hogy én is sokszor azt tapasztalom, hogy mondjuk társaságban inkább nyomogatják, mint hogy mondjuk egymással beszélgessenek. Igen. De hát lehet, hogy majd változik. Na igen. Úgy döntöttem, hogy nekiállok a régi gyerek játékaimat, megcsinálom az unokáimnak, 3 fiú unokámmal, és akkor megpróbálom őket meggyőzni, hogy ezzel foglalkoznak a telefonnal. Az első téma, ez a cukorgyerek, hát biztosan sikerült meggyőznie az úriembert valakinek, hogy azért nem mindig csak a demokratáknak van igaz, és ő is kezdi belátni, hogy másik oldalról is újra passzát szelet, és ott is van rengeteg igazság, azt nem kell eltúzni, de nem csak mindig a demokráciában demokratáknak van igaza, hanem vannak az ellenzékiek is, köztük a republikánusok, akik azt mondják, hogy igen, hát nekünk is igazunk van, meg a világon bárkinek, úgyhogy meg kell hallgatni, és nyilvánosságra kell hozni, nem eltózítani, egyszerűen letiltani. Hm. Ez az én véleményem. Igen. A második meg akkor most az a Vitézi meg a Lázárat. Most nem tudom, hogy akkor lenne a főpolgármester, akkor ugyanezt csinálta volna a főpolgármesteri szinten is, mint amit most neki megy Lázár miniszternek, hogy ez meg az, hát akkor hogyan tovább? Ugye hát neki támogatnia kellene, mert ő állítólag főpolgármester akart lenni, hát ő is a Momentum, ez a Momentumos ő. Vitézi, nem? LMP színekben indult. LMP? Igen. Na hát az egyik kutya másik ebb, szokták mondani. Lényeggel nem változtat. Hát ha már most így viselkedik a választás után néhány héttel, hónappal, akkor hogyan lett volna ő, ha főpolgármester? Nem kell okolnia senkit, hanem mellé kellene állni, és válvetve igenis neki állni az életnek, és támogatni mindenkit, aki őt támogatta. Ebben az esetben, hogy ő legyen egy főpolgármester. Nem tudom. Igen, én is azt gondolom, hogy ezeket az erőfeszítéseit mondjuk inkább fordíthatná arra, hogy mondjuk akár akkor mondjuk tanácsokat ír ki, hogy szerintem itt kéne. Tehát az állandó támadás, meg ki a hibás, miért, hogyan. Azért én például csináltam egy interjút annak idején Tarlós Istvánnal, mielőtt ez a választás még meg lett volna tartva, és ő mondta, hogy például Vitézi Dávidra volt bízva a közlekedési múzeum, és hát érdemes megnézni, hogy mi történt ott, nagyon semmi. Tehát, hogy ő nem tud még semmit felmutatni eddig, ugye volt ez a jegyrendszer is, ami megbukott, tehát, hogy kicsit én úgy érzem, hogy ilyenkor ugye elmegy vele a ló, hogy azért, mert hogy őt nagyon érdekli a közlekedés, már azt is gondolja, hogy ő mindent meg tudna oldani. De nem volt még olyan székben, ahol kellett volna neki ilyen döntést hoznia, és nem tudhatja, hogy tényleg itt mondjuk a Lázár János ügyében mi volt az, ami miatt. Én nem úgy látom Lázár Jánost, mint aki egyébként a fejlesztések ellensége lenne, hanem ő is inkább a haladásnak az oldalán áll, tehát nem gondolom, hogy bárkinek is egyébként akár a kormányban, akár így külön, mint Lázár János érdeke lett volna az, hogy ne legyen fejlesztés. És... Nem, tehát ez a probléma ezekkel az emberkékkel, akik hatalomra vágynak. Most nem a Vitézi Dáviddal van problémám, vagy abban, hogy ő most főpolgármester akart lenni, vagy a Karigeri, vagy bárki ott van, hanem az, hogy ez a Dávidka még nem ült egy olyan székbe, hogy előtte van 100 millió forint, és 100 millió irány. Igen. Hogy akkor most melyik irányt célozzuk meg, hogy ha ezt tudom, akkor annak ne fájjon, ha annak marok, akkor harmadiknak, századiknak, a 100 milliónak se fájjon.
ő még nem tudja, nem is fogja megtudni. A jelek szerint már ha így fog viselkedni, kövel véletlen folytán megbukik ez a polgármester pozíció, Karácsony Gergelyre még könnyen előfordul, hogyha megalakulnak, és ott nem lesz egyetértés. Ha ott kéne egy új választás, akkor el fog indulni, akkor nem biztos, hogy lesz még annyi szavazata is, mint most. Ha már így beláll egy olyan jobban, amit támogatnia kellene. Ennyire egy kicsit most rosszul hallom, Zoltán, esetleg elment valahova onnan, ahonnan az előbb beszélt, mert most így nagyon szakadozva jön csak a hangja. Igen, na, és akkor most azon beláll egy olyan dologba, amivel tud mindenki támogatni, nem pedig ellene menni az egésznek. Hát Gyurcsány erről meg csak annyit, hogy a választás azóta ők nagyon lenn vannak a békesség alatt, nem tudnak mit kérni. Most kezdenek egy kicsit éledezni, hogy ez a magyar nevű úriember, akinek USA a lelke, elment a kórházakba topozékolni, magyarázkodni, meg frankizni. Én be sem engedtem volna, hát ő nem egy egészségügyi miniszter, semmilyen olyan államtitkársági vagy miniszteri jellege nincsen neki, hogy őnek erre joga lett volna, hogy bemenjen egy kórházba, a videózi hőmérsékletet, meg minden feltárni, egyáltalán be se kellett volna engedni. Ő egy megvett pártnak az elnöke, aki maga mellé állított 1 300 000 embert, és neki azon kellene törekedni, ha már nem ült be az LP-be, mert ő nem ült be, azt mondta, és ha nem ült be az LP-be, akkor felszólítani azt a szöszi mennyeskét, hogy nem úgy van az, hogy a Magyarországot regzáljuk mindenben, mert ha már a 8,5 millió embert nem is nézi semmiben, de a rajongóit, az 1 300 000 embert nézhetné, és akkor kiállhatta a magyarokét, és azt mondaná nekem, van 1 300 000 követőm, és ezt nem engedhetjük meg, hogy elzárja Ukrajna az olajvezetéket, mindenféle módon megkeseríti a magyarok életét, a kinn élő magyarok életét, mindenbe beleköd, önök megmondnak minden támogatást az országtól, mert stb. Stb. Lehetne sorolni reggelig, ha őben van egy pici magyar hazafiasság, akkor oda tenné magát, és igenis, mindegy, hogy melyik frakcióba ül, tessék, legfeljebb kicsapják. De akkor is kiállok a magyarémet, engem megválasztott 1 350 000, azt hiszem, mennyi emberke. De ő egy nulla, és senki, egy dupla nulla. Nem valószínűleg. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én nekem az is furcsa volt, hogy egyáltalán Magyar Péter csak így bemehetett a kórházba. Én amikor hát szerettem volna forgatni kórházba, ott minden 476 engedélyre volt szükség, vagy egy hét volt, mire egyáltalán meg lehetett ezt beszélni, és a végén nem is forgathattunk. De mindegy, hát valaki ezek szerint csak úgy besétálhat. Minden esetre, Zoltán, én köszönöm, hogy itt volt, most már muszáj elbúcsúzzak, hogy még legyen egy hallgatóra ebben a periódusban idő. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Mert hogy itt van Jenő. Üdvözlöm, Jenő. Tisztelem, kedves. Jó napot kívánok. A riportja műsor elején védelmére, vagy védelmébe vette Lázár, hogy ő még csak évemes. Nagyon rosszul hallom jóban önt is. Nem tudom, hogy hol van esetleg, jó, hogy nincs nagyon térerő? Mert ilyen hát szakadozva. Itt elvileg van térerő nálam. Na, akkor próbáljuk meg, hát, ha most hallom. Szóval, a riportja, vagyis elején védelmébe vette Lázár Jánost. Igen, miben is? Hogy még csak másfél-két éve van, ugye, igen, 22 óta hát azzal közlekedési és építési miniszter. Így van, így van. Tehát az alatt nem sok mindent tetett, de számoljunk egy kicsit. Mióta van az Orbán kormány hatalmon kétharmados parlamenti többséggel? Igen, hallgatom. Ön mit számol ki így fejből? Én 14 évet, ahogy ezt minden baloldali SMS-öző is mindig a fejemhez vágja. Így van, én inkább 15-öt mondanék, de... Igen, és egyébként 15 év alatt, és az is benne volt Lázár János posztjában, 15 éve történt a legtöbb fejlesztés. Nem velem kell vitatkozni, hanem hát vele ez esetben. Nem, én nem fogom tudni megmondani, hogy milyen fejlesztésre gondolt. Én sem a déli balatoni útat mondjuk meg tudom mondani, okay, meg az északi egyik részét rendben, is. Rendben, de a vasnál ez úgy van. Némileg érintettétek, hogy itt rendszeresen kell ezeket a dolgokat karbantartani. Tehát az a helyzet, hogy a 15 év alatt ezt ugye nem sikerült gatyába rázni, ez nem az ellenzék hibája, ez a kormány. És mondta valaki, hogy ez az ellenzék hibája?
ez nem az ellenzék hibája. De mondta valaki, hogy az ellenzék hibája? Nem tudom, de... Hát én megmondom, nem mondta senki. Annyit mondott Lázár János, hogy ez elmúlt 30 év mulasztásai miatt. Jó, ne vágjunk egymás szavába. Jó, csak most olyanokat mondtam, muszáj rá reagálnom. Oké, rendben, akkor tessék reagálni, és akkor utána én is reagálok. Tehát civilizáltan, jó? Jó, rendben, mondom, itt van az elmúlt 30 év mulasztása az, ami okozza ezeket a problémákat. És nyilván fejleszteni kell rajta, de ha nem kapunk uniós pénzt, ha itt van ez a szankciós időszak, amikor meg kellett választani, hogy milyen fejlesztések mondják, tehát ezért nem egy ilyen feneketlen teknő a magyar büdzsé, hogy akkor hadd szóljon és minden kell. Egyébként itt jegyezném meg, hogy még a fővárosnak is kellett egy csomó pénzt adni, szóval, hogy azért van mire költeni. Én értem, hogy nagyon fontos a vonatközlekedés. Ezt egyébként Lázár János még a tranziton is elmondta nekem, hogy igen, nagyon sok mindent fognak most majd változtatni ezen, de hát ez ott kezdődik, hogy én is olyan szeretnék felújítani lakást, de ez is úgy kezdődik, hogy de mi van a zsebemben. Így van. Na most, a kérdés az az, hogy ugye a fővárosnak is kellett nagyon sok pénzt adni. Na most ezzel szemben a fővárostól nagyon sok pénzt kell. Igen, de meséljen erről, legyen kedves, mert ez is egy örökzöld téma. Tegyük félre. Ne tegyük félre. Miért? Miért? Mit mondtak el? A legnagyobb iparizési adót megint ők kapták meg. Kizsaroltak a kormányból több milliárd forintot az atletikai stadionnak a megépítése miatt, majd aztán Karácsony Gergely azzal kezd el haknizni, hogy ezért a egészséges Budapest programot meg tudja csinálni. Kinek a pénzéből? A sajátjából? Ja, nem. 200 milliárdot elsikkasztott, és még mindig sír a szája, hogy nincsen pénze, miközben a vállalkozások tömkelegét húzza le különböző adók formájában. Azok a pénzek jó. Hol vannak? Beszélgessünk erről is, mert mindig aztán a kormánynak kell az összes pénzt kifizetni. Így van, mondja ezt maga. Ezzel vitatkozunk, de ennyi is. Okay. Jenő, vitatkozzon inkább szerintem a kedves elvtársaival, mert én ezt türelemmel nem bírom. És már írja is Ramona, hogy ezt a Lipsit nyomjam ki. Megtörtént. Szerintem egyébként Jenő számos néven jelentkezett már, mert nekem már egyébként ismerős a hangja is, a neve az szerintem eddig Gábor András és hasonlók voltak, de lehet, hogy Jenő volt, nem tudom. Nem vagyok hajlandó ezeket a dolgokat végighallgatni. 150 milliószor elmondtam itt már az erről kapcsolatos kormányzati megállapításokat. Azt tudom mondani, hogy aki nem érti, az nézzen több kormányinfót, aki nem érti a kormányinfót, az nézzen parlamenti közvetítéseket, aki nem érti a parlamenti közvetítéseket, és nincsen rá türelme, az nézze meg a Hír TV-nek az összefoglalóit erről. Én nem vagyok hajlandó információk tömkelegét megosztani, és ilyen rágalmakra állandóan reagálni, nem vagyok politikus, elmondom, hogy mi van itt ebben, az a vélemény, hogy minden rossz, és az Orbán Viktor, meg a 15 év, jó, és a kommunizmus, amit itt hagyott, azzal mi van? Ja, hát arról inkább ne beszéljünk, mert az ugye számukra nagyon kellemetlen. Nem egy világban nézzük ezt, nem egy szemüvegen keresztül nézzük ezt a dolgot, úgyhogy tök fölösleges ide betelefonálni. Lezárom a szavazást, viszont szükség van a diákoknak a telefonjukra, a tanúr alatt ez volt a kérdés, 5% szerint igen, 95% szerint nem, és eddig lehetett szavazni. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a nézőinknek a figyelmet. A Hír TV-ben ennyik voltunk, de a Hír FM-ben folytatjuk tovább. Viszontlátásra, viszonthallásra. Palaver. A Hír FM és a Hír TV interaktív műsora. Palaver. Hangra fel.